Kövess Twitchen, ha élő adásokat néznél tőlem a továbbiakban is. www.twitch.tv/jusutv. Ki ne hagyd! Sziasztok, Pati vagyok, és Jusu is. Tóni vagyok, és én ülök középen. Zsombi vagyok, permaban most. Tónokon. Kristóf vagyok, a sapkás gyerek. Patrik vagyok, a gondolkod. Szia, én vagyok Anna, és én leszek a néző. Norbi vagyok, a gépész mérnök. Ne, ez na hello, sziasztok srácok! Köszöntök mindenkit a mai videóban, és egy eléggé érdekes témával jövök nektek mára. Ugyanis ismételten itt vagyok, bejöttem a Gamer suliba egy kicsit szivatni itt a srácokat, de még nem tudják, hogy milyen szivatás készül. Ugyanis kitaláltam, hogy ha már, a laptop szalon felajánlott az iskolának egy ilyen Little Bits-es kódkites cuccot, amiről majd egyébként fogok mesélni a későbbiekben, akkor miért ne szivathatnám esetleg meg itt a Gamer suli srácokat? Megkértem őket, hogy szervezzenek egy 5-6 fős csapatot, ami csapatnak az lenne a lényege, hogy ugye csapat munkában kellene dolgozniuk, és valamit ebből a Little Bits-es termékből összetenni. Na most egy kicsit nehezítés, ugye, hogy ők gyakorlatilag semmit nem tudnak még erről a csomagról, nem tudják, hogy mi ez a Little Bits, egyébként teljesen még én sem tudom, úgyhogy én is most fogom megismerni, és remélem, hogy mostantól most már ti is ismerni fogjátok, mert egyébként baromi jó. A lényeg az, hogy ebből fognak különböző dolgokat, illetve egyetlen egy dolgot, amit ők választanak ki majd összetenni. Ugye itt egy csomóféle variáció van, amit már egyébként kitehetnek, szóval lehet benne ilyen, nem tudom én, ilyen gitárszerű dolgot kitenni, lehet belőle ilyen pók-cuccot. A lényeg az, hogy ebből fognak egyet választani, és egyedül meg fogják csinálni úgy, hogy ők még nem láttak ilyet. Programozható, különböző applikációk alapján tudjátok felkonfigurálni, hogyha lehet ilyet mondani, az adott összeállított például játékotokat, különböző beállítási lehetősége van, majd le fogok tenni a leírásba, vagy a videónak a komment szekciójába valamiféle instrukciót, hogy hol is tudjátok ezt megtalálni, illetve hogyan tudtok informálódni róla. Nem is húznám tovább az időt, én bemennék a szobába, és fölvázolom a srácoknak, hogy mit is kéne csinálni, illetve lesznek játékszabályok, amiket szintén ott fogok ismertetni, úgyhogy gyertek srácok, lepjük meg őket, és meglátjuk, hogy össze fogják-e tudni tenni. Nagyon fontos, hogyha mondjuk össze tudják tenni, akkor valamit kapnak tőlem, még nem tudom, hogy micsodát, viszont hogyha nem tudják összetenni, akkor kellene a segítségetek arra, hogy kommentben valamiféle következő ilyen szivatós videót találjunk ki nekik, amit majd meg is kell csinálni. Úgyhogy nézzük meg a srácokat, gyertek velem! Na itt is vagyunk srácok, bejöttem most már a többiekhez, ugye vannak itt gondolkodók, vannak itt szerelők, meg permabannosok, meg nézőnk is van, úgyhogy minden készen az, hogy fölvegyük ezt a videót. Ugye megkaptátok ezt a Little Bits-es cuccot, amit ott láthattok az asztalon, már ott van, illetve van egy laptopotok is. 20 perc áll rendelkezésetekre, hogy összeszedjetek minél több információt erről a Little Bits Code Kit-ről, hogy aztán a későbbiekben össze tudjátok tenni. Megegyeztem itt a srácokkal, már ugye már jeleztem nekik, de ti még ezt nem tudjátok, hogyha nem sikerül ezt összetennetek, akkor bizony-bizony a komment szekcióban a szivatósabb videót, azt majd meg kell csinálnotok, hogyha esetleg nem sikerül, viszont, hogyha sikerül nektek kitenni, akkor ti kérhetek tőlem bármit. Nagyjából bármit. A lényeg, hogy 20 percetek van arra, hogy minden infót megszerezzetek arról a kódkitről, és utána pedig egy tetszőleges dolgot össze kell nektek tenni. Mindenkinek világos? Igen. Teszhetjük? Hogy nem? Akkor go! Akkor okay. Gondolkodjunk. Innentől kezdve 20 percet adok nekik, hogy összeadjanak mindent, én egy kicsit elmegyek pihikézni, kicsit lazulok, és 20 perc van visszajövök hozzájuk, és megnézzük, hogy mit sikerül gyűjteni, illetve kicsit kikérdezzük őket a Little Bits-szel kapcsolatban. Jövök vissza 20 perc múlva, ami nektek egy pillanat lesz. Na itt is vagyunk, ugyanagy fejem van. Sziasztok srácok, itt is vagyunk, letelt a 20 perc, és megkértem őket egy kicsit tömörüljenek így egységbe. Hát úgy néz ki, hogy talán sikerült feltérképezni a helyzetet. Tudtok erről a kódkitről egy pár szót mondani, hogy mik ezek a cuccok, hogy néz ki, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogtok összetenni. Szóval, mint gondolkodóként, ugyebár én tökéletesen elemeztem ezt az egészet, és arra jutottunk, hogy ezzel az egésszel egy végtelenségi kiható dolgokat lehet csinálni, mert minden mindennel összefügg és össze lehet párosítani. És nézzétek meg ezt a táblát. Igen, igazából a tábla mindent elmond, hogy mennyi lehetőség van rajta. Röviden és értelmesen, hogy mi a lényege, az az, hogy
vannak alapfunkciók, amikre be vannak programozva ezek az eszközök. Aha. És például, hogyha összedugdosunk két-három dolgot, akkor valamit fog csinálni. Úgy a két szobrosszín nem fog egyben menni, de... Mágneses. Hát igen. Mágneses. Sok minden nem fog csinálni, úgy a kettő mágneses. Vannak ilyen különböző alkatrészek, mindegyik más csinál. Ez például ilyen nyomásérzékelő. Igen, az, ami tartasz a kezedben, az a legfontosabb egyébként most. Az agy. Ez mi? Az agy. Vele megy minden. Ezt kell programozni? Igen. Az, amit programozunk a gépről, hogy csináljanak valami különleges dolgot, mint amit ki is találtunk, hogy mi lesz majd. Aha. Jó, oké, akkor ezt fogjátok fölprogramozni. És amit kitaláltatok, azt nektek programozni is kell most egyébként? Igen. Jó. Mi az, amit kitaláltatok? Ezt még nem mondjuk el. Nem, ez egy örök meglepetés lesz, majd látni fogod. Nagyon tetszik. Nagyon fog tetszeni. Hát ez jó hangzik. Jó, oké. Okay. Nézzétek biztos. Akkor elkezditek összerakni, megvan minden információ, meg fogjátok tudni csinálni. Megoldjuk. Jó, oké. Okay. Hát akkor hajrá. Srácok, akkor én most elmegyek, mert hogy azt mondták a többiek, hogy nekem nem szabad itt lennem. Úgyhogy én most kimegyek, és visszajövök egy fél óra múlva. Hát nem tudom, mi lesz ebből, úgyhogy kimentem, cső. Gyerek, ez a lényeg, azt fogjuk csinálni, hogy itt adtak hozzá ilyen ötleteket, hogy mit tudunk vele csinálni. És volt egy ilyen cucc, hogy egy ilyen kapu, benne gól, és akkor így érzékeli, hogy és számolja, meg ilyen gól hangot is kiad, meg minden. Mi azt találtuk ki, hogy ezt továbbfejlesztjük, és a Jusú fejét fogjuk odarakni. Ő lesz a boss, és valahogy valamivel így meg kell pöckölni. Kalacsinnal majd dobáljuk. Lesz majd egy HP-ja, és azt fogjuk majd levinni nullára. Biztos értékeli majd. Úgy programozzuk, hogy minden egyes találatnál legyen külön hang, és hogyha majd meghal, akkor is lesz külön halál hangja. Gonna be
Na itt vagyok, hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, ugyanis engem kiküldtek. Tehát gyakorlatilag semmit nem voltam bent, a kamerát is más mozgatta, úgyhogy kíváncsi leszek, milyen felvételek lesznek, úgyhogy remélem, hogy jók lettek, de biztosok meg ügyesek a srácok. Na, szóval a lényeg az, hogy szóltak, hogy induljak el befele, és várnak valami meglepetéssel. Nem tudom, úgyhogy menjünk be. Ott van Ricsi is. Hello! Meg ott a zöld párnás is. Na, jöhetek srácok? Hú, de óvatosan? Miért? Jó, akkor most jó, jövök, várjatok. Jövök befele. Ben vagyunk. Na, mi történt? Pár szóban össze kéne akkor foglalni, hogy mit is csináltatok. Én még frankó nem tudom, illetve... az ott mi? Ezt mindjárt elmondok, hogy mit csinál, megmutatom. Oké. Na, akkor ki kezdi? Mi lesz a szituáció? Mit sikerült összehoznotok itt nekem? Az alapötlet az az volt, hogy foci labda galacsint kellett dobálni egy kapuba, de mi ezt kicsit átalakítottuk, és az lett a vége, hogy téged fogunk papírgalacsinakkal dobálni. Ott is van a kép, amit találtunk rólad. Megnézzük a nézőknek is. Azt te találtátok rólam, Dík? Hol lehet ilyet találni? Az internet bugyraiba? Hát nagyon szép, kösz. Hát ez gyönyörű. Gyönyörű vagyok. Köszi szépen, kedves tőled. És továbbá annyi fog történni, hogy amint valakinek sikeresen eltalálta a drágalátos arcodat, hogy dobálni is fogják. Igen, hogy a viharban ez. Aha, jó. És utána, hogy valaki eltalált téged, akkor 111 HP-nként csökkenni fog az életerőd. Majd, hogyha meghaltál, valami fog történni. Oda tettétek a fejemet, és azt fogjátok dobálni galacsinak. Míg meg nem halsz. Igen. Míg meg nem halok. Így van. Gyönyörűek vagy. És ennek egyébként a programozói háttere is igen érdekes. Ez a nagy cucc, amit itt láthattál. Igen érdekes egyébként, mert az alapkoncepció gyakorlatilag 4 darab ilyen parancs volt. Abból lett most igen sok, mert be kellett állítani, hogy érzékelje, amikor megdobunk, hogy mit csinál, amikor megdobunk, hogy kielezzen valamilyen effektet, hogy miután meghalsz, mit csináljon, hangot adjon ki, és ugye mindezt ismételje addig, ameddig meg nem halsz. Aha. Szóval ez igen érdekes és nehéz. De szerintem nagyon sok féleképpen el lehet játszadozni az ilyenekkel. Aha, na és azt mondjátok el nekem, hogy milyen volt egyébként ezt a cuccot használni? Szóval érdekes? Le tudtiteket foglalni? Jó volt? Jól éreztétek magatokat közben? Nagyon érdekes volt igazából, ez csak egy a... Főleg, hogy fejemet kell dobálni. Szóval gyakorlatilag ebből csak képzelted szabhatát, hogy mit csinálsz. Bármit meg lehet ebből gyakorlatilag csinálni. Na, hát akkor srácok, kommentben letettem egy linket, meg tudjátok nézni, akit érdekel, és hát nem tudom, akkor lesetek valamit. Na, hát akkor csinálunk egy főpróbát, hogy mi a szituáció? És honnan fogtok dobálni? Engem. Mondjuk innen. Jó, várjál, akkor én hátatok mögé megyek szerintem, már ide bejövök ide hátra, vagy nem tudom, és akkor így, hát nem tudom. Valahogy így, szóval az a szitu, hogy most elkezdik dobálni az én arcomat. Szerintem menjetek közelebb, mert... Az orrat kell eltalálni, fogok. Az orra? Hát jó, csak úgy nem vagy benne. Tehát akkor kicsit segítsünk a srácoknak is itt a videóban, hogy ne csak én lássam, hanem legalább ti is tudjátok. Még mehetsz egy kicsit közelebb. Hát úgy jó. Na dobjad! Nagyon messziről kell. Teljesen homály. Eddig jó vagy, Norbi. Azt mondta, hogy... Srácok, azt mondta, hogy el tudja simán találni. Hát eddig 2-0. Még mindig full HP-n rendelkezel. Még mindig full HP-n van. Na jó, nem tudom. Hát ez jó kör lesz, srácok. Azt nem mondtátok, hogy ez lesz a hosszabb távú. Hoppá! Egy hit. GG. Hát mondjuk én nem tudom, miért örülök ennek egyébként. Szép volt, Patrik. Na gyerünk, Pati. Dobjad. Szép volt. Jó van, jól állok. Figyelj, ebből is látszik, csak ezzel forgatom a kamerát, hogy a boss az mennyire sok HP-val rendelkezik, és nem olyan egyszerű eltalálni ám. Na nézzük a következőt. Na Norbi, ismét eltalálod simán. Aha. Ó, szép volt. Várjál, megnézzük, hogy hány HP-m van. Ja, ott írja? Igen. 333 HP-je van ennek az embernek ott. Hát ez elsittes kép. Na jó van. Mehet. Gyerünk, Zsombi! A gyilkosom most nem sikerül. Ja nem, te vagy az én gyilkosom. Na gyerünk. Szép volt.
Szép volt, köszönöm szépen! Jussu még él! Gyerünk! Szép volt, Patrik, azaz! Nagyon jó vagy! Szép volt! Figyelj, hát ez már egy boss raid egyébként a World of Warcraftban szerintem. Szép volt, Patikám! Lehetsz pap! Te vagy a World of Warcraftból a priest! Az! Na gyerünk, dobjad! Szép volt! Gyönyör! Hoppá! Na, hát figyelj, nem én halok meg, hanem a számláló konkrétan. Na, ezt már szeretem. Ezt már szeretem, srácok. Én addig bírom, addig tolom neki, ameddig még a számláló se bírja. Mehetünk tovább? Na nézzük. Szép volt. Nem baj, figyelj, azt tisztán látszik, hogy a technikai dolgokban egyre tehetségesebbek vagytok, mint a célbadobásba, de még változhat. Hopp, majdnem. Lassan szét fogok szakadni anyagilag, vagy mi anyagilag, testileg. Figyelj, mondtam, hogy menjetek közelebb. Én szóltam. Szép volt, Pati. Hoppá! Ott egy pont. Na, hány HP-n van akkor? 222. Két életem van még, srácok. Ej, de szép volt, Patrik. Aj, de jó volt. Nagyon kened, ja nem. Jó, na. De nem, én mondjuk a gondolkodat, tehát azért na. Igen, látod, hogy gondolkodni túl célozzal kevésbé. Igen, nem baj. Csak messzire tanítottak meg minket. Na, ja értem, tehát túl közel van? Az a simán. Szerintem dob meg erősebben. Azaz, pont jó volt. Enyém is ilyen, ne aggódj. Na gyerünk. Figyelj, egyszer csak megizélek, murdálok most már. Egy igazi célbadobót láthattunk, srácok. Egy igazi célbadobót. Ott van! Egy életem van! Na ki lesz az, aki elveszi Jussu utolsó HP-ját? Na nézzük, Pati! Te leszel-e az? Mondjál valamit. Nem! Hát, azt gondoltam. Szép volt. Hozzátenném, hogy ezt csak azért nem találtam el eddig, mert én akartalak kivégezni. Ja értem, na végezz ki! Hogy megmutathassam, hogy mit kreáltam neked a végére. Na, na nézzük! A vége ezzel rendelkezik. És micsoda? The boss is dead. És a legszebb arc. Atya úristen, gyerekek! Az mi az? Egy szemüveges? Egy szakmunkás? Egy szemüveges szakmunkás, srácok! Az kemény! Az gondolom egy koponya! Igen! Aha. Ott a szeme! Jaj, szegény Jussu, nézd meg, hogy fintorog! Látjátok, srácok! Jaj, kis cukorpa! Na! Hát srácok, hát ezt elég keményen összehoztátok, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rátok. És hát szeretném nektek megköszönni a segítséget, hogy ilyen ügyesek voltatok. És ebből is látszik, hogy nagyon jól tudtok együtt csapatba dolgozni, ez tisztán látszott. Egyébként szerintem összességében egy olyan 1,5 óra alatt sikerült összehozniuk. Ezt az egészet úgy, hogy gyakorlatilag senki nem ismerte, talán Patrik egy picit ezt a Little Bits-et. És mindent az interneten kerestetek le, mindent igazából fel kellett programozniuk nulláról, amin egyébként nem kell megijedni, mert azért, ahogy te is mondtad, nem olyan nehéz ezt programozni. Nem, csak át kell látni, így van, ennyi. Így van, át kell látni. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk, egyébként suliknak is szerintem teljesen jó ez a cucc. Karácsonyra, Mikulásra, most, hogy jönnek az ünnepek. Szerintem ez egy jó cucc, úgyhogy még majd valamiket majd, ha szeretnétek, mondjuk legyen az, hogy 1500 like-nál kitalálunk még egyet? Hát... 2000? Mennyinél? Vállalatok be még egyet? 2000-nél leprogramozok még egyet. 2000-nél? Igen. Mindenkinek jó a 2000? Igen. Jó, akkor 2000 like-nál esetleg csinálnak a srácok egy másikat is nekünk. Én köszönöm szépen nektek a segítséget, és hát írjátok le a véleményeteket, illetve írjátok le, hogy tetszett a videó. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ne felejtsetek el bekövetni a Twitch-et, mert hogy mostanság elég gyakran van Twitch-en is live, illetve dobjatok egy like-ot a srácoknak, most ne nekem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, nektek pedig nagyon szépen köszönöm. Á, egy sasas üvöltést a végére még beletolom, nem? 3-ra. 1, 2, 3! Sas! Sziasztok!